Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Ez most egy jóslás a koronavírus témájában. Az, ami a jelen pillanatban sokakat foglalkoztat. Ez a kép mutatja a jelen pillanatot. Itt láthatunk egy tolvajt. Ez nem egy előnyös kártya, viszont ha betegségről van szó, ez valami jóra mutat, mert ez a betegség eltűnik. A tolvaj elviszi. Mikor vannak eredmények, ezt mutatja ez a római hetes szám, ami július hónapra vonatkozik. Ez a kártya már a jelen pillanatot mutatja, de mi ezt júliusban fogjuk érezni. Amit mi most átélünk, ez azt mutatja, hogy az egész világon minden a feje tetejére állt. És mit tudunk tenni? 180 fokot fordítani a helyzeten, mindent más szemmel meglátni, és akkor ez a kép már egészen másra utal. Ez látja a kisugárzásunkat. Ez a fény belülről kell, hogy jöjjön. Ügyeljünk a gondolatainkra, ügyeljünk az érzelmeinkre. Ne hagyjuk azt, hogy a félelmek uralkodjanak felettünk. Mindaz, ami következni fog, ez egy jó csillaghatás alatt áll. Tehát lesznek jobbulások. Ez a járvány véget ér. Ami kellemetlen, azt mutatja ez a kép. Mi zárkózottva érezzük magunkat. Vagy most vannak a járvánnyal kapcsolatos döntések, ami bennünket beszorít egy bizonyos helyzetben. Tehát mi nem tudunk úgy vásárolni, vagy utazni, vagy iskolába menni, vagy dolgozni, mint eddig. És ezt jelenti ez a kerítés. Tehát le vannak kerítve a lehetőségek. És nem tudunk úgy dönteni, úgy mozogni, ahogy szeretnénk. Én tegnap, meg tegnap előtt is vásárolni voltam itt Mallorca szigetén, mi itt élünk, és az üzletek üresek voltak. Az egyetlen dolog, amit tudtunk venni, az rizs volt. Azon kívül se burgonya, se hús, se főtt tészta, konzervek, minden elfogyott. Üresek voltak az üzletek. És ez egy olyan szituáción, amiben mi nem tudunk segíteni, nem tudjuk ezt jobbra állítani, hanem bele kell nézni a tényekbe. És ez azt jelenti, hogy az egész világon minden így összeomlik. Minden esetre ezek a gondolatok vannak bennünk, vagy ettől félünk, hogy ez így lesz az egész világon. És mi várható? Mi fog történni a közeljövőben? A választ megadja rá ez a kártya. Mint ahogy ez a férfi itt dolgozik, ez arra utal, hogy a tudósok, az orvosok azon dolgoznak, hogy meglegyen a lehetőség a javulásra. Ez a szám augusztus hónapjára utal, és akkor már lesz biztosan javulás, mert ezek az érmék nem a terveket mutatják, hanem azt, ami beválik. Nagyon fontos az is, hogy mi ne legyünk bizonytalanok. Ezt mutatja ez a kártya, a bizonytalanságot.
Viszont az is fontos, amire ez a kártya utal, hogy belülre tekintsünk. És hogy mi annak ellenére, ami körülöttünk történik, hogy megtartsuk a nyugalmunkat. És mi fog történni ebben a helyzetben, ezt mutatja ez a kártya. Az egyik part a múltat jelenti, ezt a betegséget, és mi elhagyjuk ezt a partot, és ez a javulásokra utal. Tehát lehet arra lehetőség, hogy az egész világon ez a betegség, ez a koronavírus, hogy attól mi elbúcsúzzunk. És ezeket érezni fogjuk már június hónapban. Tehát nincs egy valódi ok arra, hogy félelemben éljünk, viszont fontos, hogy azt is megtekintsük, hogy mi történik körülöttünk. Tehát nem szabad, hogy könnyelműen tekintsük a dolgokat, viszont nem kell, hogy féljünk tőle. És ez volt a jóslás a koronavírussal kapcsolatban. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!